beszélgetések valamennyi nézőjét, hogy azt már megszokhatták napról napra, hétről hétre ebben a műsorban igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat bemutatni önöknek, közelebb hozni önökhöz. És hát az Exatlon egy olyan verseny volt, amit napról napra sokan követtek nyomon, itt Magyarországon nézték a kereskedelmi csatornán a versenynek az alakulását, a bajnokok és a kihívók folyamatos harcát. Sok szeretettel köszöntöm Misinger Pétert a stúdiónkban, a kihívók legeredményesebb férfi játékosát és döntőst is. Köszönöm szépen, szervusz! Hát igen, talán a legeredményesebb, de ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és úgy gondolom, hogy sokan kellettek ahhoz, hogy ez ilyen eredményes legyen, mint kihívó, mint bajnok oldalról, nem csak az én érdemem. Amikor mondjuk meghirdették ezt a versenyt, akkor te miért jelentkeztél? Hát elsődlegesen azt hiszem, hogy azért, mert nagyon szeretem a kihívásokat. Lényegében mindegy, hogy ez milyen kihívás lehet, ez akár szellemi, akár fizikai kihívás is. Részben talán ezért csinálom a sok ilyen jellegű sportot, ilyen extrém sportot. Hát ez jó. Ugyanakkor viszont kellene tagadni, hogy szeretek szerepelni. Valószínűleg talán ezért is vagyok gladiátor is most már 17 éve. Azt hiszem, itten körül talán ez a 18-dik, de a fene se tudja. Szóval, hogy jól esik mindezt emberek előtt csinálni. Így nekem izgalmasabb. Mi volt, ami mondjuk a sok-sok nap, versenynap alatt, a sok hét alatt a legmeghatározóbb élmény volt számodra, és mi volt az, ami a legnagyobb kihívást jelentette? Hű, meghatározó élményként mondjuk a legpozitívabbat? Például. Szeretnél? Hát, én azt hiszem, hogy a legpozitívabb az talán az volt, amikor bejutottam a legjobb 8 közé, tehát az egyéni játékban. Egy egyéni játékba bejutottam, az egy nagyon-nagyon komoly élmény volt, az nagyon-nagyon tetszett. Kihívásnak mi volt a legkeményebb? Hát, ez nagyon-nagyon nehéz lenne megmondani. Nagyon sok minden volt. Ugye végtelenül kimerített az Exatlon, és én úgy gondolom, hogy két nagyon kemény mélypontom is volt. Lehet, hogy talán több is, de kettő azért az elég egyértelmű. Az egyik, ugye az elején egy nagyon komoly mentális kihívás volt, aki figyelte a csapattársakkal, igen, a folyamatos fokozódó konflikt helyzetek. Igen, ezt nagyon-nagyon nehéz megoldani. Ugye azt látni kell, de gondolom, hogy biztos ez kívülről is látszik, hogy ez egy nagyon speciális helyzet volt. Tehát mi be voltunk zárva, ugye a faházban lényegében 4 fal közé, de a villa sem volt ilyen szempontból sokkal jobb, és csak a szállás, illetve a versenypálya között mozogtunk, tehát össze voltunk zárva, és nagyon különböző típusú emberek összezárva, nagyon szélsőséges körülmények között, hát ez több mint nehéz. Ott ugye nagyon nehezemre esett megtartani a hidegvéremet, végül sikerült, és ennek nagyon örülök. Utána viszont egy nagyon pozitív időszak jött, de nagyon sokáig voltunk kint. Ez több mint 3 hónap volt. És a végén ugye megint csak a bezártság, nem lehetett senkivel kommunikálni, nem tudtunk zenét hallgatni, olvasni, csak egymás közt voltunk, és már untuk is egymást, talán hiába voltunk. Én úgy gondolom, ott a végén az már ott barátságok szövődtek, de ennek ellenére ez egy nagyon, nagyon bezárt dolog volt, és ott a bezártságérzés az nagyon, nagyon megterhelő volt. Talán ez volt a két ilyen igazán komoly mélypont, én azt hiszem így az Exatlon kapcsán, ami nagyon komoly kihívás volt, hogy közben fejben ne hagyjam föl. Én nagyon szerettem volna hazajönni. Tehát az első néhány hétben én igen, haza jöttem igen, volna. Nagyon-nagyon hiányzott. De hát a feladás az nem opció. A pályák volt, hogy könnyűnek tűntek, így tévéképernyőn keresztül szemlélve. Volt, hogy nehezebbeknek tűntek. Neked melyik volt a kedvenc ilyen pályád? Konkrét kedvencet nagyon nehéz lenne kiemelni. 3-at tudok kiemelni, amiket nagyon-nagyon szerettem. Ugye a legelső pálya, amin mentünk, ez korábban sárga volt, később sárga-kék csíkos pálya volt, ahol ilyen csúszópályák voltak. Azt borzasztóan szerettem. Az nagyon-nagyon jó volt. Lehet, hogy azért, mert hosszú volt, lehet, hogy azért, mert az volt az első pálya, amin mentünk, de azt abszolút a szívembe zártam. Ezen kívül meg, hát én azt mondanám, hogy 2 saras pálya volt az, ami nagyon tetszett. Az egyik, ahol ugye csúszni kellett a sárban, ott az egész pálya a szívem csücske volt. A másik, az viszont azért volt érdekes, mert ott ugye ezen a kötélhágcsón felmászni, aztán
ott azt talán nézők nem is tudják, hogy amikor a vízbe érkeztünk, ott nagyjából sípcsont középig ért a sár. Tehát úgy belecuppantunk, és úgy kellett erővel kihúzni magunkat belőle. Illetve a végén, ugye, amikor a háló alatt kellett kúszni ebben a nagyon mély sárban, és semmit nem láttunk, az szerintem izgalmas, és szeretek sárban dagonyázni. Illetve hát ezt azért láthattuk, hogy a csúszdán minél viccesebben való lecsúszásnak szerintem te voltál a nagymestere. Igyekeztem, de ennek egyébként oka volt. Ugye az elején ezt nem csináltam. Valamikor azt hiszem, hogy talán másodjára voltunk azon a pályán, másodjára, harmadjára talán, amikor nem volt elég víz a medencében, és nem sikerült eléggé megfeszítenem magam a fejesnél, tehát nem siklottam végig a víznek a felszínén, mint egyébként, hanem úgy, ahogy volt, fejjel beleálltam a medence aljába. Ugye mivel nem volt elég víz, így le tudtam érni az aljára, és rettentően beütöttem a fejemet, egy ilyen tojásméretű púp nőtt a fejemre, ráadásul a vállamat is annyira beütöttem, hogy utána alig bírtam használni. Későbbi napokon látszik, hogy lényegében egy kézzel mentem végig a pályán, mert nagyon fájt, hogyha használtam a vállamat, és utána egyébként még aznap még egyszer eljátszottam a harmadik menetben, hogy bevágtam a fejemet, és úgy döntöttem, hogy nem ér annyit a presztízs kérdés, hogy megmutassam, hogy ez meccs fejjel is, hogy esetleg megsérüljék, és azért ott kelljen hagynom. Annak ellenére, hogy gladiátorkodom, és nagyon sok veszélyes sportot csinálok, extrém sportot, azért a félelem az bennem tud lenni, viszont annál jobb ezeket legyőzni. Úgyhogy a másik ilyen csúszdáspályán jól legyőztem, megmutattam, hogy ez megy fejessel is, és ezek után arra jutottam, hogy sokkal fontosabb, hogy tudjam folytatni a játékot, és ezért, ha nem volt komoly tétje, akkor inkább szórakoztam a csúszdán, és ezzel megaláztam a csúszdát, ami megsérültem. De hát ez így sikerült. Természetesen, amikor tétje volt, akkor fejjel mentem, és hajtottam, ami a csövön kifért. Ha már sérüléseknél tartunk, akkor, és ha lehet ezt így nevezni, a vicces sérüléseknek is nagymestere volt. Azt hiszem, hogy az utolsó etapban számomra az egyik legviccesebb sérülésed az volt, amikor szurkolás közben sikeresen kiment a bokád. Igen, azt csodálom, hogy a lányok, ugye ott Kata meg Livi futottak, nem estek hasra a pályán, mikor ez megtörtént, mert hogy ugye ők ott álltak a rajtnál. És Katának szóltam, hogy nagyon figyeljen, mert sérülés veszélyes a pálya. Az első román meccsen volt, azt hiszem, hogy az egyik román lány azokon a hengereken átugrott, ki is ment a térde, és őt haza is küldték, pedig ő volt az egyik nagy esélyes. És szóltam Katának, hogy vigyázz, ne sérkeljél, mert hogy ez veszélyes. Én aztán fordultam oda Livihez, ugye neki rossz volt a bokája, Livi a bokádra nagyon vigyázz, mély a hamok, ugrásoknál kimehet, és amint elindultak, ugye akkor fejeztem be a mondandót, hogy Livi, bokára vigyázz, léptem egyet, és volt egy 10 centi szint különbség ott a fűben. Kiment a bokám, és olyan retteltesen fájt, hogy felállni sem tudtam. Patrik húzott fel a földről, és hát egy ilyen sárga dinnyére dagadt körülbelül a bokám. Ha már az utolsó időszaknál tartunk, akkor pont, hogy ilyen furán alakult ugye a bajnokok és a kihívók csapata közötti arány, hiszen téged futtattak az utolsó hetekben folyamatosan, hiszen ugye egyedül voltál kihívó fiút, gyakorlatilag én nem is tudom, tehát ilyen rekordszámokat mentél. Én azt számoltam, ugyan nem láttam a végső statisztikát, de úgy tudom, hogy nagyon nem tévedek, hogy az első, illetve a második helyezett a fiúk között, tehát a Patrik és a Rudi, az egész Egzatlan alatt futott összesen annyit, mint én. Tehát nagyjából fele-fele annyi volt a futásuk, mint nekem. Ez nyilván megterhelő volt, de rutint is adott, és az nagyon sokat segített. Viszont kimerültem, fizikailag is. Te ugye már az elején is többször mondtad azt, hogy persze ez egy csapatjáték, de a végén egyéni játék lesz. Azért megmaradt valami a csapat szellemből, mert ott a végén a kihívók kemény magja azért szerintem kőkemény csapatot alkotott. Ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert egyrészt ez a játék, ugye ez csapatküzdelem volt, vagy annak volt titulálva, de valójában úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább volt egyéni játék. Egyrészt az elején is, tehát ha mondhatok ilyet, én úgy gondolom, hogy annak azért oka volt, hogy a fiú kihívók az elején megpróbáltak kikészíteni, szerintem ez cél volt. Pont azért, mert ez valahol egy egyéni játék, és én is ellenfél voltam nekik. Ugyanakkor, vagy amellett ugye végig egyedül futunk, nem csapatban. És itt jön ez a nagyon csúnya ellentét, hogyha valaki ezt egyedül próbálja végigcsinálni, akkor nem fog menni. Tehát ez támogatók kellenek, egymást kell támogatni. És
ilyen szempontból én merem azt hinni, hogy ez nem két csapat volt. Ez egy csapat volt, a bajnokok és a kihívók együtt. És én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a bajnokoknak is, amikor ez a nagyon rossz időszak volt, akkor is egy-egy tekintettel, szóval nagyon-nagyon sokat segítettek. Illetve a végén is, amikor ugye a két csapat már sokkal közelebbi viszonyban volt, igen, akkor is úgy gondolom, hogy nagyon sokat segítettek. Mi az, amit adott neked az exatlon? Hú, rengeteg mindent. Talán felsorolni is hosszú lenne. Kitartást. Azt mindenképpen. Nagyon jó volt bebizonyítani, hogy nem vagyok olyan forrófejű. Ezt az évek folyamán már nagyon-nagyon sokat gyakoroltam, és úgy gondolom, hogy a gladiátorkodás ezt végül tökére fejlesztette, hiszen itt az exatlonban ilyen szélsőséges körülmények között is ezt elbírtam viselni. Nagyon érdekes volt azért futni, hogy nyerjek, nem csak a túlélésért. Abban elég jó vagyok, tehát viszonylag nehéz feladásra kényszeríteni, de nyerni ritkán szoktam. És ebben segített megint csak az exatlon. Felismerni azt, hogy megvannak a határaim fejben. Ez nagyon-nagyon érdekes. Viszont nagyon sok örömet is okozott. Kezdve akár a helyszíntől, megismert embereken át. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan élmény, ami egyszer van egy életben. És az sem mindenkinek. Tehát szerencsés az, akinek egyszer van egy ilyesmi az életében. Visszanézte egyébként már adásokat, amióta itt honba vagy? Igen is, meg nem is. Amikor hazajöttem, akkor elkezdtem nézni az adásokat, amik még ugye akkor mentek. Ugye ezt tudni lehet, hogy a végén azt hiszem, hogy talán 3 hét csúszásban voltunk, ugyanis mi minden nap forgattunk nálunk, nem volt hétvége. És így regenerálódni sem tudtunk, ez nyilván csak mellékes. És akkor igyekeztem nézni a versenyeket. Ez ment is, meg az egy tök jó időszak volt. Viszont a napokban megpróbáltam visszanézni az első néhány részt. Ugye a legelsőt azt még kint láttuk, volt egy olyan nyereményünk egy ilyen csillagjáték kapcsán, hogy azt megnéztük. És hát a másodiktól próbáltam kezdeni, és nem ment. Nem tudtam megnézni. Én bízom benne, hogy idővel menni fog. Előjöttek azok az élmények, amiket akkor ott átéltél azokban a konfliktus helyzetekben? Aha, igen. És ilyen még korábban nem volt. Nem volt olyan, hogy valamire ne tudjak visszatekinteni, mert annyira sok indulat jön bennem. És ez azért is érdekes, mert András meg Norbi megkerestek. Andrásra személyesen beszéltem, Norbival pedig cseten. És nagyon szeretnének találkozni, meginni egy sört, beszélgetni, békülni, barátkozni, talán ez a jó szó rá. Én azt éreztem mind a kettőjükön, hogy bánják ezt a helyzetet. Tehát, hogy nem annyira rossz emberek, mint amennyire én ott szenvedtem tőlük, viszont ez nem könnyű. Én hiszem azt, valószínűleg a neveltetésemből fakadóan, hogy mindenkinek meg lehet bocsájtani, és talán kell is, főleg, hogyha ők úgy gondolják, hogy szeretnének békülni, tehát ebbe az irányba szívesen mennék. Ugyanakkor viszont van egy ilyen gyarló oldala az egésznek, hogy ha még mindig ekkora fájdalom van, és ennyire komoly szálka, hogy nem tudom visszanézni, akkor lehet, hogy még nincs itt az ideje a békülésnek. Nem tudom. Hát idővel eldől. Uh-huh. Mennyire nehéz volt aztán visszarázódni itthon a megszokott ritmusba? Ezt nagyon sokan kérdezik. Hát ugye 2 hétig vissza sem tudtam menni dolgozni. Kellett találkozni mindenkivel, és úgy éreztem, hogy nem vagyok még alkalmas arra, hogy irodában üljek. Aztán 1 hetet dolgoztam, majd jól lebetegedtem. Egy gladiátor fellépésen sikerült megfáznom, úgyhogy még 1 hét pihi. Tehát azt nem mondanám, hogy még a mindennapi életet élem, de fura, borzasztóan fura. Én már nagyon vágytam vissza. Engem nem zavar ez a beton dzsungel, bár jól éreztem kint a kókuszpálmák alatt magamat. De nagyon-nagyon fura ezeket a mindennapokat élni. És nem tudom, melyik az álomszerűbb. Az, ahol most vagyok, tehát a mindennapi, hétköznapi élet az, ami ilyen álomszerűnek tűnik, vagy az exatlon, mintha sose lett volna, csak egy álom lett volna az egész. Ezt nem tudom megmondani, ez folyamatosan váltakozik. És ugye itthon is egy racionálisabb pályához kötött, hiszen informatikában dolgozol, tevékenykedsz. Uh-huh. Felnőttek, ez ugye a játékból is tudható, hogy felnőttek oktatásával, illetve gyerekek oktatásával is foglalkoztál. Igen.
pályámat igazából tanárként kezdtem. Én informatika tanár vagyok, és egy gimnáziumban tanítottam 5 évig. Valójában szívem szerint még mindig ezt csinálnám. Nagyon szeretek tanítani, hogy ennek mennyi köze van az extrovertáltságomhoz, ehhez a szereplési vágyhoz, ezt nem tudnám megmondani, biztos köze van hozzá. De alapvetően szeretek tanítani. És ez táblánál fiatalokat a legjobb, úgy gondolom. Nyilván ennek az aktuális helyzetnek köszönhetően nem tudtam folytatni a tanítást, ennek nyilván anyagi okai voltak, és elmentem az informatika irányába, a szakmába. Ez először szoftvertesztelés volt, majd projekt, meg szolgáltatás menedzsment, ilyesmi, és közben elvégeztem egy etikus hacker képzést. Így jutottam el igazából az információbiztonsághoz. És ezt a kettőt próbáltam igazából vegyíteni, ugyanis nagyon ritka az olyan informatikus, akinek ezek a szociális, úgynevezett szoftosabb skilljei is megvannak. Például hajlandó emberek előtt táblánál dumálni. És így, hogy nekem van ez az etikus hacker végzettségem, meg egyébként tanár is vagyok, na akkor mit csináljunk belőle? És így lettem egy úgynevezett kibervédelmi vagy kiberbiztonsági oktatási szakértő. Akkor te nem vagy annyira bekockulva idézőjelben, mint amit az informatikusok kapcsán sajnos ugye szoktunk gondolni, mondani, tapasztalni. Ez nézőpont kérdése. A civilhez képest, tehát aki nem informatikus, ahhoz képest biztos, hogy borzasztóan kockabirok lenni. Az informatikusokhoz képest viszont nagyon nem. Ez egyébként az egyik nagy előnyöm, és ugyanakkor az egyik nagy hátrányom is így az informatikában. Ugyanis nagyon sok területéhez értek az informatikának. Ugye elég sokáig jártam egyetemre, meg át kellett hallgatnom a programozókhoz is. Így valójában az alkalmazói rendszerek, az irodai szoftver csomagoktól, a programozáson át, a webfejlesztés, adatbázisok, hekkelés, ilyesmi, ezekhez mind-mind többé-kevésbé értek. Ugyan egyikben sem mély a tudásom. És soha nem szeretnék mérnöki munkát végezni. Az valahogy nem nekem való. Az meg túl kötött, vagy nem tudom. Tehát én... Igen, nem hiszem, hogy az a típusú ember vagyok, aki napi 8 órában tudná a gépet nyomkodni egy parancsoros felületen. Persze megcsinálom, és érdekel, ugyanúgy, hogy a hackerés is érdekel, ezért mentem el ebbe a hackeriskolába. De hogy én csak ezzel foglalkozzak, az nem megy. Nekem emberekkel kell kommunikálnom. Igen, illetve gladiátorkodni, hiszen említetted is, hogy megfáztál, és hát azért itt Székesfehérvár környékén találkozhattak is nemrégiben veled, mint gladiátorra a Florálián, amit ugye Gorziumban rendeznek meg évről évre. Ez hogy jött az életedbe, hát 10x évvel ezelőtt? Még gimnazista voltam, mikor a bátyámék elkezdtek gondolkodni rajta, hogy mit kéne sportolni, akkor már egyetemistaként, 2,5 éve sportot kell csinálni az egyetemen, és hát nagy már elmenjenek úszni, vagy futni, az olyan snasz, és elkezdtek keresgélni valami extrém sportot. És teljesen véletlenül találták ezt a csapatot. Egy videót találtak meg a neten, egy ilyen kis egyszerű, amatőr fantasy videót. Hú, ez vicces, menjünk el megnézni. És annyira megtetszett nekik, hogy ott ragadtak. Ez egy baráti társaság volt, akik mentek 5-6-an. És én, mint a kis testvér, egy fél év után azt mondtam, hogy hát nekem is kell ez, és próbáljuk már ki, milyen fegyverrel verekedni. Fegyverrel páncélban. Akkor már karatéztam, azt hiszem, talán 3 éve. És úgy döntöttem, hogy hát ez talán még jobban hozzám illik. És ott ragadtunk. Azóta már az öcsém is csinálja, bátyám is, úgyhogy ez ilyen családi dolog lett. Úgyhogy misingerék ott szoktak lenni így fellépések nagy többségén. Ezt, hogyha jól puskázok, akkor ez a kollégium gladiatórium kultúra és hagyományőrző egyesület, beszélni se tudok így van. Már. Ha ez egy kicsit is segít, azért nekünk is beleszokott néha bicsaklani okay. Nyelvünk. Igen, tehát ez a kollégium gladiatórium. 3 csapat van igazából Magyarországon, legjobb tudomásom szerint, akik gladiátorkodással foglalkoznak, és mindenkinek egy kicsit más a profilja. A mi profilunk igazából az, hogy mi ezt próbáljuk úgynevezett full kontakt küzdelmekben csinálni. Tehát harcművészet szintjére próbáljuk emelni azt a bemutatót, amit előadunk, és ezek szabad küzdelmek. Nálunk úgy néz ki egy edzés, hogy 2 órát edzünk, ebből bemelegítés, erőlét, technika, tehát ugyanúgy, mint egy karate edzésen, amikor a karatékák ott állnak, és az alapütéseket, rugásokat gyakorolják nálunk, ugyanez megvan fegyverrel is, és utána jön a küzdelmi rész. Ez pont azért kell, hogy amikor valaki végre eljut odáig, hogy felléphessen 1-2-3 év után, akkor olyan hitelesen tudjon küzdeni, mert hogy
Ezek a fegyverek, ezek kovácsolt fegyverek. Annak ellenére, hogy nem élesek és nem hegyesek, életveszélyesek. Csontot törnek, átszaladnak gond nélkül, hát nem csak hogy a bőrön, de hogy még az izmon is. És erre nagyon vigyázni kell, hogyha esetleg nem egy páncélt talál az ember, nem pajzsot, akkor maximum bőrsérülés legyen belőle. És nagyon sokat gyakorlunk ezért, hogy ez életszerű a küzdelem mindaddig, amíg nem találunk. Ahol találat van, ott megfogjuk a fegyvert, végighúzzuk a testén, a vesztes gladiátor lemegy, és ez nagyjából így néz ki egy fellépésem. De ez is egy kicsit azért nem csak erőllét, nem csak fizikai részből áll, hanem ugye a hagyományőrzés, a kulturális rész is ott van, hiszen ahogy te is említetted, ugye azért ez egy ilyen kvázi életszerű dolgot adtok elő, sok száz évvel később, de mégis hitelesen. Igen, ezt sok szempontból lehet nézni. Hagyományőrzés kapcsán én úgy gondolom, hogy egyrészt a felszerelés az, ami ezt nagyon jól megmutatja. Tehát ezek bőrpáncélok, nagy részét mi csináljuk, hogy bőrdíszművesek. A fémrészek, azok kovácsolt vasból vannak, tehát vannak kovácsaink, akik a sisakot csinálják, a válvasat, a lábszárvédőt, ilyeneket. Tehát ezek mind-mind korhű felszerelések, az ágyékkötők lenvászonból vannak. Tehát valójában olyan hasonló szemléletmód, mint mondjuk egy huszár hagyományőrző csapatnál. Nálunk ugye azért más egy picit, mert mi egymással küzdünk is, és itt van még egy nagyon komoly különbség a, hát mondjuk a mai ketrecharcosok vagy K1-esek között és köztünk, hogy nálunk nem elég nyerni. Nem elég oda menni és esetleg 2-3 vágásból a esetleg fiatal gladiátort legyőzni, hanem ezt látványosan kell. És ez még mindig a hagyományőrzés része, nem csak egy pankráció. Ugyanis régen, hogyha megnéztük a gladiátorokat, nekik nem volt elég nyerni. Úgy kellett nyerniük, hogy a közönség szeresse őket. Cirkuszt és kenyeret a népnek. Így van. Előbb-utóbb minden gladiátor veszít egy meccset. És akkor, hogy ő most életet vagy halált, miatt még fordítva mutatom. Szóval ez attól függ, hogy a közönség mennyire szereti. És ez valahol itt is igaz, mert azt jegyzik meg, azt szeretik, akik tud látványosan küzdeni. Ha bemegyek és az első szúrásra eltalálom, lement, az nem izgalmas senkinek. Viszont akkor ez a fizikai alapot is adott neked, mondjuk igen. Például az exatlonhoz. Igen. Ami itt nagyon számított az exatlon kapcsán, az az, hogy én rengeteg sérülést kaptam. Ugyan bíráltak vele kint, és azt hiszem, hogy itthon is megkaptam elég sokszor, legalábbis a kommentekben ezt olvastam, hogy nagyon sokat nyafogok a sérülések miatt. Igen, nyafogós ízt is vagyok, ez nem kérdés. Körmet hogy van? Hát az rágész jó helyre jött. Igen. Nagyon-nagyon tudok nyafogni, viszont olyan nincs, hogy egy sérülés miatt ne folytassam akár a fellépést, akár a küzdelmet, legyen ez exatlon, egy ultrafutás, vagy a fellépés, és ebben nagyon sokat segített. Ugye az, amikor mondjuk egy 8 kilós pajzsal eltalálják az embert, és betörik az orra, de 2 perc már vissza kell menni küzdeni, az felkészíti az embert arra, hogy ha esetleg a pályán történik vele valami, akkor ugyanúgy tudja folytatni. Például az ominózus eset, amit te említettél, hogy kiment a bokám a pálya mellett, ott nem volt kérdés, hogy már pedig én futni fogok. Kevesen vagyunk, és ha kell, akkor fél lábon futok végig, és lényegében fél lábon futottam végig egész nap, mert nem tudtam letenni a másik lábamat. Amikor ugye beszélgettünk itt a műsor kezdés előtt, akkor ugye beszéltük, hogy nem lesz gond, hogy kitöltsük el a műsoridőt, hiszen kommunikatív vagy, meg hát én is szeretek beszélgetni. El is rohant a műsoridőnk, úgyhogy tényleg már csak egy gondolat van hátra, hogy hogyan tovább. Vannak terveid extrém sport irányába? Van, igen, és ez pont egy nagyon friss dolog, ez egy tegnap éjszaka megszületett ötlet, még meglátjuk, hogy tudom-e teljesíteni, lesz egy, nem is verseny, hanem inkább kihívás, egy 60 órás kihívás Namíbiában, ami hát ezekhez az akadályfutásokhoz kapcsolódik, csak inkább kiképzőtábor jellege van. Most éppen azt kutatom, hogy tudok-e jelentkezni, megvan-e hozzá a kvalifikációm, illetve tudom-e teljesíteni, ez nagyon jó lenne. Így az exatlon után volt most 1 hónap pihenés, lenne 1 hónapon felkészülni, ami nagyon kevés, viszont egy nagyon jó kihívás, és jó lenne Namíbiában egy ilyet azért végigcsinálni. Én szorítok neked ehhez, és köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen még egyszer. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel. Természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszont lehet.